Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 21-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei, a választ itt ez a kártya adja meg, mégpedig azt közli velünk, ő kezébe veszi a dolgokat, és előre mennek az események. A kezében van ez az arany kehely, és az a víz elemét tükrözi, és a víz eleme az érzelmekre utal. Ő nyitott az érzelmekre, ezt ő kimutatja. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. A kulcs az ő magabiztonságára utal. Egy magabiztos fellépés, vagy komoly döntések, és ő tudja, hogy mit akar. Ezzel a kulccsal le lehet zárni egy ajtót, az utalhat zárkózottságokra is, vagy arra, hogy ő befejez valamit, és egy időben kinyílik egy új ajtó, mert ezzel a kulccsal nyit valamit, egy újat, egy új kezdetet, és jelenti az ő nyitottságát, ugyanúgy, mint ahogy ez a lovas férfi is közli. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek. Itt ez a fiatal férfi utal egy új kezdetre. Ő lépéseket tesz, és mutatja a levegő elemét, a könnyűséget, és a levegő eleme az összefüggésben áll a komoly döntésekkel, ő tisztáz valamit, és jelenti a kommunikációt is. Más szóval azt mondanám, ő közeledik hozzátok, és szeretne beszélni veletek, komoly döntéseket hoz, valamit lezár, de indít veletek egy új kezdetet, és itt előre mennek az események, ő nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljetek. És a napi csokis kártya üzenete a belső gyermek, ezt úgy tudnám elmagyarázni, hogy vannak gyermekkori emlékeink, szép emlékeink, de néha vannak olyan képek, ami szomorít bennünket, és ilyenkor kell a belső erő. És mi mondhatjuk magunknak azt, én nagyon büszke vagyok rád, ezt olyan jól csináltad, te nagyon ügyes vagy. Így értem én ezt a belső gyermeket, ami belülről erősít bennünket. Erősíti a mi magabiztonságunkat, mint ahogy ő is jelenleg nagyon magabiztos és tudja, hogy mit akar. Ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Ez nem csak október 21-ére vonatkozik, hanem később, ha megnézitek ezt a felvételt, és összhangban vagytok vele, akkor ez számotokra egy ilyen fontos közlés, tehát nem csak
egy bizonyos napra vonatkozik. Ha egy személyes jóslást szeretnétek, azt kérhetitek tőlem. Ez egy videófelvétel áll néven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!